Megérkezett a csomagja, kövesse nyomon itt. Ezzel a szöveggel érkeznek azok az SMS-ek, amiket az elmúlt 48 órában több százezer magyar állampolgár megkapott. A rendőrség felhívja a lakosok figyelmét, hogy semmilyen körülmények között ne nyissák meg ezeket az üzeneteket. Abban az esetben, hogyha a linkre rákattintunk és egy applikációt letöltünk, akkor olyan problémát okozhatunk a telefonkészülékünkben, hogy az abban lévő adatokat levehetik róla a bűnözők, illetve mindenféle adatunkat megszerezhetnek, ezáltal a bankszámlaadatainkat, valamint minden személyes iratunkat. Komlósiné Kis Enette, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, most a vírushelyzet miatt bevezetett szigorú korlátozások miatt megnőtt az internetről rendelt árucikkek mennyisége, és ezt a kiberbűnözők kihasználják. Halász Viktor, rendőrszázados, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztály felderítő osztály vezetője elmondta, 48 óra alatt több mint 2500 bejelentés érkezett ez ügyben. Annak érdekében, hogy elkapjuk az elkövetőket a mi részünkről, a MÁVER elemzésen kívül felvetjük a kapcsolatot az Europol, amit említettem, illetőleg a különböző tagországok, Europol tagországok társszerveivel is, ugyanis az már egyértelműen látszik, hogy itt egy nemzetközi bűnözői csoportról van szó. Spanyolországban március elején már több elkövetőt is elfogtak, ott mintegy 11 millió ember telefonszámát szerezték meg a kiberbűnözők. Viszont ennek ellenére tovább terjedtek az SMS-ek, így egy egész nemzetközi hálózatot keresnek a nyomozó szervek. Bor Viktor, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézet szóvivője elárulta, a vírustól vagy a telefon gyári visszaállításával szabadulhatnak meg a legkönnyebben azok, akik figyelmetlenségből mégis letöltötték a fertőző alkalmazást, vagy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által erre a célra már kipróbált új applikációjával. Ez egy olyan applikáció, amelynek segítségével gyakorlatilag uninstalálni tudjuk a feltelepített vírusnak az applikációját, és ennek a segítségével blokkolásra, illetve törlésre kerülhet a káros kód a telefonunkról. A szakértők a sajtótájékoztató során elárulták, a nyomozás egyre jobban halad előre, hamarosan megtalálhatják a vezérlő szervert.